Vivi vagyok, és sok szeretettel üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban a januári olvasmányaimról szeretnék nektek mesélni. Januárban összesen 5 könyvet olvastam el, amivel én teljes mértékben meg vagyok elégedve, illetve amúgy összességében meg vagyok elégedve a januári olvasmányaimmal, ugyanis nagyrészt mindegyik tetszett. Többnyire 4-4,5 csillagot adtam mindegyik könyvre. Egyetlen egy olyan volt, ami kevésbé tetszett, de arról majd úgyis mesélek részletesebben. Az 5-ből 3 olyan könyv volt, amit rendes fizikális formátumban olvastam el innen a könyvespolcomról, 2-t pedig e-könyv formátumban olvastam el. Illetve az 5 könyvből 3-at magyar nyelven, 2-t pedig angol nyelven olvastam el. Nem is húzom tovább a szót, és mutatom is nektek a könyveket. Az első könyv, amit januárban elolvastam, nem más, mint Claire McIntosh, az utolsó meghívás című kötete, amivel kapcsolatban egy olvasónaplót, olvasóvlogot is készítettem, ami már kikerült a csatornára, úgyhogy azt ide belinkelem, ha gondoljátok, megnézhetitek. Abban a videóban eléggé részletesen beszélek erről a könyvről, magáról az olvasás élményről, illetve tényleg a szereplőkről, a cselekményről, a könyv felépítéséről, mindenről is, úgyhogy szerintem most így az összegzőben olyan részletesen nem fogok kitérni erre a könyvre, de azért nagy vonalakban mindenféleképpen felvázolom, hogy miről is szól a könyv, illetve hogy én nekem milyen élmény volt ezt elolvasni. Nem hiába ezzel kezdtem az új évet, ugyanis ez a történet is új év első hetében, legalábbis nagyrészt új év első hetében játszódik, az első fejezet pedig pont új év napján nyit. A történet egy walesi kisvárosban indít, aminek a neve Kumkoyd, ez a város egy tónak a partján fekszik, és ennek a városnak a lakóinak igazából már sok-sok évre visszanyúló hagyománya az, hogy minden új évet egy úgynevezett újévi úszással kezdenek. Úgyhogy az első fejezet igazából ezzel nyit, ahogyan a helyiek készülnek erre az újévi úszásra a tóban. Viszont egy holttestre bukkannak, ez a holttest pedig nem más, mint Riz Lloyd. Riz Lloyd maga is walesi lakos volt korábban, ebből a Kumkoyd városból származik ő is, viszont híres énekes színész lett belőle, így aztán Angliába költözött. Ahogy mondtam, ez a város egy tónak a partján fekszik, aminek az az érdekessége, hogy a tónak a déli partja még Waleshez tartozik, viszont az északi part szakasz már Angliához. Az északi part szakaszon, azaz az angliai részén a tónak Riz Lloyd mondjuk egy nyaraló komplexumot építetett, vagy legalábbis ilyen kis nyaralóházakat, jelenleg 5 nyaralóház áll ezen a part szakaszon, és hát ennek nem igazán örültek a walesiek, a helyi lakosok, ugyanis Riz Lloydnak nem titkolt célja az, hogy erre az angliai partszakaszra, tehát ide a nyaralókba kifejezetten gazdag, híres embereket vár, kifejezetten gazdag, híres embereknek szeretné ezeket a házakat eladni. Már be is költöztek ide az emberek, nem lakhatnak itt egész évben, hanem csak tényleg kizárólag nyaralni járhatnak ide, és mivel ez az első év, hogy ezek a házak állnak, ezért arra gondolnak, hogy jó lenne a karácsonyt, illetve az új évet itt a nyaralókban tölteni. Ezért Riz Lloyd, illetve ezeknek a nyaralóknak a lakói szilveszter estére egy bulit szerveznek, ahova meghívják a walesi lakosokat is. Hamar kitalálhatjátok, hogy ennek a bulinak végül nem lett jó vége, tekintve, hogy másnap reggel egy holttestet találtak a tóban, és hát hamar kiderül az is, hogy Riz Lloyd gyilkosság áldozata lett. A gyilkossági nyomozást 2 rendőr vezeti, az egyikőjük Fionn Morgan, aki maga is walesi lakos, a másik pedig Leo Brady, aki az angliai rendőrségnek az egyik nyomozója. Ők ketten próbálják kideríteni, hogy mi történhetett Riz Lloyddal, és hogy ki lehetett az, aki a gyilkosságot elkövette. Az már a könyvnek a legelején kiderül, hogy Riz Lloydot igazából senki sem szerette, nem volt egy kifejezetten jó ember, szóval mindenkinek lehetett indítéka arra, hogy megölje ezt a férfit, és hát hamar kiderül, hogy Fionn Morgannek, tehát az egyik nyomozónknak is minden oka meg lehetett arra,
hogy akár ő legyen az, aki a gyilkosságot elkövette. Szóval, ahogy mondtam, arra próbálunk rájönni a könyvben, hogy hogyan és miért halt meg Reese Lloyd, illetve hogy ki volt az, aki megölte őt. Ez egy nagyon-nagyon lassan kibontakozó történet, ezt már a vlog videóban is említettem, hogy aki fordulatos, lendületes könyvre vágyna, az ne ehhez a kötethez nyúljon, ugyanis ez egyáltalán nem az a fajta sztori, ez tényleg nagyon-nagyon lassan bontakozik ki, és minden időt meghagy az olvasó számára, hogy saját maga is a fejében egy kis nyomozást tarthasson az üggyel kapcsolatban. Én nekem nagyon jól esett amúgy, hogy ez egy ilyen lassú folyású könyv volt. Szerintem az új évet kifejezetten jó érzés volt egy ilyen könyvvel kezdeni, annak ellenére is, hogy amúgy témáját tekintve nyilván nem egy könnyű olvasmányról van szó. Főleg, hogy megjelenik ebben a könyvben például a nők elleni bántalmazás is. Mindennek ellenére én nagyon élveztem ezt a könyvet. Szerintem egy kifejezetten jó krimi per thriller sztori ez, és tényleg egyáltalán nem bántam, hogy nem ez a tipikus lendületes, fordulatokkal teli könyv volt ez. Amúgy a végére egy kicsit jobban beindult szerintem a sztori. Az elején eléggé lassan vánszorogtunk, amit most tényleg a lehető legjobb értelemben mondom, viszont az utolsó 50-100 oldalra szerintem nagyon-nagyon beindult ez a könyv, legalábbis magához képest nagyon beindult, és elég sok dologra igazából a könyv vége felé derült fény. A befejezése pedig szerintem kifejezetten jó volt, főleg, hogy teljes mértékben olyan érzést hagyott benne a könyvnek a befejezése, hogy lehet, hogy ennek a sztorinak akár lesz folytatása is, úgyhogy rögtön utána is néztem, hogy ez csak egy rossz megérzés, vagy ennek olyan tényleg van-e alapja, és kiderült, hogy Claire McIntosh egy sorozatot szeretne készíteni ebből. Fionn Morgan lenne a könyvsorozatnak a címe, legalábbis, hogyha jól tudom, szóval egyértelműen az lenne a cél, hogy Fionn Morgan verszinyomozónk köré épülnének a következő részek is, szóval valószínűleg nem egy kifejezetten ehhez a könyvhöz kapcsolódó folytatás lenne az a kötet, hanem inkább egy olyan folytatás, vagy egy olyan könyv, ami elsősorban Fionn Morganre épít, és az ő további nyomozásait láthatnánk. Úgyhogy én ezt kifejezetten boldogan fogadtam, és nagyon örültem neki, mert ez a karakter egy nagyon szimpatikus figura, illetve bízom benne, hogy Leo Brady is szerepet kap majd a következő részekben is, ugyanis ő is kifejezetten szimpatikus volt számomra, szóval a főszereplők mindenféleképpen érdekes és szórakoztató karakterek, hogyha mondhatom így. Úgyhogy én nagyon élveztem ezt a könyvet. Az egyetlen egy negatív megjegyzésem ezzel a könyvvel kapcsolatban az lenne, hogy sajnos elég sok helyesírási hiba, illetve inkább elírásnak mondanám. Szóval rengeteg elírás maradt benne. Több helyen voltak benne olyan elírások, hogy csak így néztem, hogy ez hogy maradhatott benne. Volt egy, amit meg is jelöltem, mert ezt tök viccesnek találtam. Ez így szól. Aztán Reese a karját nyújtotta extravagánsan, egy kis meghajlással, mintha egy kosztümös dráma szerelői lennének. Hát feltételezem, itt szereplői szeretett volna lenni a szó, de végül is ennek a kosztümös drámának csak szerelői lettek. De ezt leszámítva is én nagyon élveztem ezt a könyvet, csak egy kicsit, hát nem tudom, egy kicsit rontott azért az olvasás élményen az, hogy több helyen is tényleg elég sok elírás maradt a könyvben. Viszont maga a sztori attól függetlenül nekem kifejezetten tetszett, úgyhogy így 4,5 csillagot adtam erre a könyvre. A következő könyv, amit elolvastam, az nem más, mint Móra Ferenc Kincskereső Kisködmön című kötete. Én gondolkoztam azon már tavaly év végén is, hogy jó lenne pár kötelező olvasmányt újraolvasni, ugyanis nyilván az a könyv, amit elolvastam
tizenpár éves koromban, az valószínűleg most így pár hónappal a 30. születésnapom előtt teljesen másképp fog érinteni, és valószínűleg teljesen más milyen szemmel fogom látni magát a történetet. Úgyhogy így nagyon örültem annak, amikor az egyik molyos kihívásban, amiben részt veszek, a Roxforti kötelezők harmadik évfolyam kihívás, ilyen Harry Potteres kihívás, az egyik teljesítendő pont az januárra az volt, hogy olvassunk el egy kötelező olvasmányt, és kaptunk egy listát, nyilván egy olyan kötelező olvasmányt, ami az iskolában kötelező olvasmány volt a való életben, nem a Roxfordban. És a listában szerepelt a Kincskereső kisködmön is. Úgyhogy én azt választottam végül, és hát őszintén szólva teljes mértékben meglepődtem, ugyanis először is én úgy emlékeztem, hogy a Kincskereső kisködmön egy ennél hosszabb könyv. Valószínűleg azért, mert akkor, amikor olvastam, egy 100 oldalnál hosszabb könyv, vagy egy nagyjából 100 oldalas könyv valószínűleg még hosszabb könyvnek számított nekem akkoriban. Ha jól rémlik, ilyen 10-11 éves korunk környékén kellett szerintem elolvasni a Kincskereső kisködmöt, hogyha jól rémlik, tehát mindenféleképpen így általános iskola alsó osztályának az utolsó évében, vagy valahogy felső tagozat legelső évében. Nem emlékszem már pontosan, hogy mikor, de valamiért én nekem teljes mértékben úgy rémlett, hogy ez egy hosszabb könyv. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy eléggé kevés emlék maradt meg az én fejemben ezzel a könyvvel kapcsolatban. Nyilván voltak részletek, amikre teljes mértékben emlékeztem, viszont egy csomó minden kimaradt. És amikor olvastam a könyvet, arra jöttem rá, hogy szerintem azért maradt ki, vagy azért felejtettem el egy csomó mindent ezzel a könyvvel kapcsolatban, mert nyilván ahogyan olvastam a könyvet, majdnem minden így beugrott, de valószínűleg tartom, hogy azért felejtettem el több mindent ebből a könyvből, vagy igazából lehet, hogy nem is akartam rá annyira emlékezni, mert azért ez egy kicsit traumatizáló olvasmány, legalábbis én ezt most így úgy éltem meg. Belegondoltam abba, hogy milyen lenne, ha most 10-11 éves lennék, és ezt a könyvet el kéne olvasnom, ami amúgy szerintem egy szuper könyv, legalábbis így ennyi idős fejjel egy jó olvasmánynak találtam, viszont azért így is tényleg a legjobb szó, amit találni tudok rá, az az, hogy traumatizáló, már csak hogyha arra gondolok, hogy egy alig 100 oldalas könyvben egy kisfiú annyiszor megtapasztalja a halált, mármint hogy annyi ember meghal körülötte, és ezt a fajta fájdalmat annyiszor megtapasztalja olyan rövid időn belül, hogy erről olvasni olyan kicsiként, 10-11 éves korban szerintem, hát nem tudom, lehet, hogy tényleg azért felejtettem el, hogy miről is szól egész pontosan ez a könyv, vagy azért felejtettem el részleteit, mert nem akartam arra emlékezni, hogy hányan meghalnak egy 100 oldalas könyvben. Úgyhogy emiatt egy kicsit, hát mondjuk úgy, hogy most is traumatizáló volt, de meglepődtem, viszont összességében egyáltalán nem gondolom azt, hogy azért, mert ez egy iskolai kötelező olvasmány volt, most így felnőtt fejjel is utálnom kéne, ellenkezőleg, most így még inkább azt érzem, hogy jó lenne újraolvasnom azokat a kötelező olvasmányokat, amiket már elolvastam még annó iskolás koromban. Csak hogy lássam, hogy most tényleg így felnőttként milyen benyomásom van magáról a könyvről, illetve hogy milyen érzést kelt bennem. Szóval tervemben áll még kötelező olvasmányokat újraolvasni, de az biztos, hogy megkérdőjelezem, hogy vajon ez a könyv tényleg annak a korosztálynak való-e, legalábbis most, a mostani 10-11 évesek, és lehet, hogy még fiatalabban kellett ezt a könyvet olvasni, tényleg nem emlékszem már rá pontosan, de hogy így megkérdeznék pár annyi idős
fiatal gyereket, hogy nekik milyen élmény ezt a könyvet elolvasni, ugyanis szerintem a nyelvezete is egy kicsit nehézkesen érthető már nekik, illetve tényleg egy kicsit komornak érzem, és nincsen az a baj, hogy ezekről is olvasnak a gyerekek, de én így tényleg így felnőtt fejjel is azt éreztem, hogy ez 100 oldalon belül egy kicsit sok. Most ezért lehet, hogy rengeteg negatív megjegyzést fogok majd kapni, de én nem vagyok benne biztos, hogy ez pont olyan korú gyerekeknek szólna. Most már nem. És azt is megkérdőjelezem, hogy akkor, amikor én voltam annyi idős, jó ötlet volt ilyen könyvet olvasnunk az iskolában. Persze ezekkel, azt nem tagadom, hogy meg kell ezekkel a könyvekkel ismerkednünk egy ponton, csak kérdés az, hogy mikor van az a pont az életünkben, amikor ezekkel meg kell ismerkedni. Most egyáltalán nem bántam, hogy elolvastam ezt a könyvet, és összességében tényleg egy pozitív élmény volt újraolvasni és rájönni, hogy azért, mert valamit annó kötelezően el kellett olvasnunk az iskolában, az nem azt jelenti, hogy az egy rossz könyv. Inkább csak azt, hogy lehet, hogy vannak olyan könyvek, amik pont akkor, amikor el kell olvasnunk, még nem annak a korosztálynak, vagy éppen még nem nekünk valók. Úgyhogy összességében tényleg ez egy jó élmény volt nekem, és ráébresztett arra, hogy el kéne olvasnom még más kötelező olvasmányokat is. Úgyhogy így eszembe jutott egy, amit elgondoltam, hogy elolvasnék a közeljövőben, vagy valamikor. Nem szeretnék időpontot szabni magamnak ezzel kapcsolatban, de vagy az Egri csillagokat, vagy a Kőszívű ember fiait mindenféleképpen szeretném majd újraolvasni. Illetve hát az Egri csillagok újraolvasás lenne, a Kőszívű ember fiaival kapcsolatban bevallom őszintén, hogy én azt hetedikes koromban, aztán hetedikbe kellett olvasni, én azt nem tudtam végigolvasni, én egyszerűen a felénél nagyjából abba hagytam, és azt mondtam, hogy én ezt nem bírom, nem tudom, képtelen vagyok rá, nem tetszett, úgyhogy annak adnék inkább egy új esélyt most így felnőttként. Azt nem tudom, hogy mikor lesz az alkalom, amikor ez így bekövetkezik, és a kezembe veszem bármelyik könyvet is, de tényleg ez egy jó élmény volt, és szeretném mindenféleképpen pár iskolai kötelező olvasmányt újra a kezembe venni és elolvasni. Amúgy a Kincskereső kiskönyvre végül 4 csillagot adtam. A következő könyv, amit januárban elolvastam, az nem más, mint Ali Hazelwood A szerelem képlete című kötete, én angol nyelven olvastam. Beadtam a derekam, végre én is sort kerítettem erre a könyvre. Hogy teljesen őszinte legyek, azután, hogy mennyien ódákat zengtek erről a könyvről, egy kicsit félve vágtam bele, és ez legtöbbször így van azokkal a könyvekkel, amik ennyire, hát hogy is mondjam, amiket ekkora hype övez az interneten, egy kicsit félve vágok mindegyikbe bele. Összességében egyáltalán nem volt rossz élmény, és teljes mértékben megértem, hogy miért szeretik annyira ezt a könyvet. Szerintem a legtöbben ismeritek, vagy legalábbis nagyon sokan ismerhetitek ezt a könyvet. Ha nem is olvastátok, akkor biztos vagyok benne, hogy az interneten itt-ott már találkoztatok vele, akár azért, mert moly.hu-n jött veletek szembe, vagy éppen más videósnál, vagy Instagramon, de biztos vagyok benne, hogy legalább egyszer mindannyiótok szembe találkozott már ezzel a könyvvel, szóval valószínűleg, ha más nem, a borító már mindegyikötöknek ismerős lehet. Nyilván nem nagyon kell mondanom, hogy ez egy romantikus könyv. A női főszereplőnk Olive Smith egy harmadéves doktorandusz hallgató, a férfi főszereplőnk pedig Adam Carson, aki egy egyetemi tanár, a helyszín pedig a kaliforniai Stanford Egyetem. Olive nem igazán hisz a szerelemben, ő 100%-ban a tanulmányaira, illetve a kutatására szeretne koncentrálni, viszont az ő legjobb barátnője egy igazi romantikus alkat. Olive korábban randizott egy fiúval, akivel nem igazán alakultak a dolgok sehogyan sem kettejük között, viszont az hamar egyértelművé vált, hogy ez a fiú
És Olive legjobb barátnője, viszont annál inkább vonzódnak egymáshoz, és megtalálták a közös hangot, úgyhogy Olive mindenáron szeretné meggyőzni a barátnőjét, hogy őt egyáltalán nem zavarja, hogyha elkezd randizni ezzel a fiúval, nyugodtan jöjjenek össze, és tényleg próbáljanak meg egy párt alkotni, mert ez Olive-ot egyáltalán nem zavarja. Viszont a barátnője nehezen hiszi ezt el, úgyhogy annak érdekében, hogy Olive bebizonyítsa a legjobb barátnőjének, hogy ő tényleg nem érez az iránt, a fiú iránt semmit sem, azt hazudja a lánynak, hogy van egy fiú, akivel elkezdett randizgatni, akivel találkozik az egyetemen, és az a célja, hogy a legjobb barátnője lássa őt ezzel a fiúval, aki nem létezik, de lényeg, hogy lássa őt együtt egy fiúval, és elhiggye, hogy Olive tényleg nem érez már az iránt, a fiú iránt, akivel korábban randizott, semmit sem. Úgyhogy fogja magát, és ahogy szembe jön vele egy ember, egy random ember, megcsókolja. Hát hamar kiderül, hogy ez a random ember nem más, mint Adam Carson, ez az egyetemi tanár, aki igazából mindenki legnagyobb ellensége az egyetemen, ugyanis ő egy hírhetten bunkó és nyers fazon, aki mindenkinek az életét megkeseríti az egyetemen. Viszont valami oknál fogva Olive-val egyáltalán nem így viselkedik, sőt, ellenkezőleg, amikor Olive felveti, hogy azt kéne tettetniük, hogy együtt vannak, Adam boldogan vállalja azt, hogy Olive kamupasia lesz. És hát erről szól az egész könyv, hogy Adam és Olive kamupárkapcsolatban vannak, azért, hogy meggyőzzék Olive legjobb barátnőjét, hogy ő nyugodtan randizhat azzal a fiúval, nincsen ezzel semmi baj sem. Időközben Adam és Olive egymásba szeretnek, de hát nyilván, mint ahogyan az minden romantikus könyvben megszokott, jönnek majd a bonyodalmak, amik egy kicsit megnehezítik azt, hogy a könyv legvégén végül Olive és Adam tényleg egymásra találhassanak. Összességében nekem tetszett ez a könyv, nem lesz ez a kedvenc romantikus könyvem, mint oly sok más társamnak az interneten, viszont annak ellenére mindenféleképpen egy pozitív élménynek tartom, és örültem neki, hogy elolvastam, annak ellenére, hogy nagyon féltem belevágni, végül tetszett. Egy valamit nem értek, de ezt már nem csak ezzel a könyvvel kapcsolatban nem értem, hanem úgy összességében a romantikus könyvekkel kapcsolatban. Miért lett az most trendy, hogy a romantikus könyvekben minden férfi főszereplő 190 plusz centi magas, míg minden női szereplőnk vagy nagyon alacsony, vagy így az átlag magasság alatt van, de a lényeg az, hogy az összes férfi főszereplőnk ilyen égi meszelő. Hogy ez miért lett most ennyire trendi, mert egyre többször ezt látom, hogy ez van a romantikus könyvekben, hogy és XY, ez a hapsi, ez annyira magas, és ettől annyira szexi, hogy te jó ég, és azt így nem értem, hogy ez most miért történik. Ezt leszámítva amúgy semmi problémám nem volt a könyvvel. Egy valamit nem értettem a legelső fejezetben, mégpedig azt, hogy Olive egy olyan helyzetben van, hogy már hosszú ideje ugyanazt a kontaktlencsét hordja, mert nem hisz abban, hogy nem hisz lényegében abban, hogy van olyan, hogy lejárati idő, tehát mindennek van egy ideje, ameddig használhatod, és onnantól kezdve jobb, hogyha azt a valamit nem használod, nem fogyasztod, mert akár bajod is származhat belőle. Viszont Olive ebben nem hisz, úgyhogy már évek óta ugyanazt a kontaktlencséjét hordja. Na most én elárulom nektek, hogy idején tavasszal lesz 10 éve, hogy kontaktlencsét hordok, előtte éveken keresztül, 9 éves korom óta vagyok szemüveges, 19 éves koromig, a 20. szülinapom előtt kezdtem el kontaktlencsét hordani, és azóta folyamatosan kontaktlencsét hordok, azt, amit
reggel beteszek, este kiveszem, és egy hónapig használhatom ugyanazt a kontaktlencsét. Na most, aki használ kontaktlencsét, aki hord kontaktlencsét, az valószínűleg tudja, hogy amikor már a hónap vége felé járunk, akkor elég kellemetlen tud néha lenni a kontaktlencse. Hamarabb kiszárad, olyan másmilyen érzés már a szemedben, szóval úgy érzed, ahogy jön a hónap vége, hogy igen, ezt már ideje lesz lecserélni. Szóval egyszerűen elképzelni nem tudtam, hogy lehet az, hogy valaki több éven keresztül ugyanazt a kontaktlencsét hordja. Szerintem én nekem már kifolyt volna a szemem. Én már inkább kikapartam volna a szemgolyómat, csak hogy ne legyen az a bökő, furcsa, rossz érzés, hogy egy lejárt kontaktlencse van a szememben. Szóval ezt teljes mértékben valótlannak éreztem. Én nem hiszem el, hogy valaki a való életben így megkínozza magát egy kontaktlencsével. Volt olyan, emlékszem, hogy elaludtam, úgyhogy a kontaktlencse bent volt a szememben, és az egész éjszakát úgy aludtam végig, hogy a kontaktlencse bent maradt a szememben, ami elvileg egyszer-egyszer, ha megtörténik, nem lehetne semmi probléma sem, legalábbis a szemészem ezt mondta nekem, viszont azért kellemetlen volt másnap reggel, jó volt kivenni, és jó volt egy kicsit, hogyha a szemüveg volt csak rajtam, de hogy én egy kontaktlencsét több éven keresztül hordjak, hát a több hónapon keresztül hordást se tudom elképzelni. Szóval ne haragudj, Olive, meg Ellie Hazelwood, de ez egy teljesen valótlan és elképzelhetetlen dolog számomra. Ennek ellenére nagyon jót nevettem rajta, már magán a szituáción, de inkább szerintem kínomban nevettem, hogy nem, ez lehetetlen. Viszont összességében tetszett ez a könyv, és örülök neki, hogy elolvastam. A következő könyv, amit januárban elolvastam, az nem más, mint Lauren K. Danton, a Hurrikán éve című könyve, amit én angolul olvastam e könyvben, az angol címe a kötetnek Hurricane Season. Többek között azért olvastam el ezt a könyvet, mert Csabának a Könyvelem csatornáról van egy molyos kihívása, a házaspáros kihívás, aminek a januári közös könyve ez a kötet volt, a Hurrikán éve című könyv Lauren K. Dantontól, és igazából akkor, amikor elolvastam a fülszövegét a könyvnek, rögtön megtetszett a kötet, viszont az írónőnek a neve is ismerős volt, és amikor így rákerestem interneten az írónő további könyveire, akkor jöttem rá, hogy azért ismerős nekem Lauren K. Danton neve, mert van egy könyve, amit már régóta szeretnék elolvasni, ami már régóta várólistás. Az a könyve A menedék, hogyha jól rémlik, ez a címe. Viszont még eddig nem sikerült beszereznem azt a könyvet, még nem olvastam el. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez egy tökéletes alkalom lesz arra, hogy elkezdjek ismerkedni Lauren K. Dantonnal, illetve az ő írói stílusával. Ezért döntöttem amellett, hogy elolvasom ezt a könyvet. Ami amúgy egy kifejezetten jó választás volt, úgyhogy innen is köszönöm Csabának, hogy felhívta erre a könyvre a figyelmemet, illetve a figyelmünket, mert szerintem egy olyan könyv, amit mindenféleképpen érdemes és jó elolvasni. Ez egy váltott szemszögben íródott történet. Elsősorban két főszereplőnk van, egy testvérpár, Betsy és Jenna, a harmadik szemszög, a harmadik szereplőnk, főbb szereplőnk pedig nem más, mint Ty, aki Betsynek a férje. Az ő hármójuk szemszögéből, az ő fejezeteiken keresztül láthatjuk ezt a történetet, és azt, hogy mi is történik ennek a családnak az életében. Amit érdemes tudni az, hogy ahogy ugye mondtam, Betsy és Ty házasok, és egy alabamai farmon élnek, ahol állattartással foglalkoznak, elsősorban teheneik vannak, de vannak tyúkjaik is például. Úgyhogy rajtuk keresztül ebbe az életbe elég jól betekinthetünk. Jenna pedig, ahogy mondtam, Betsynek a testvére, aki Nashville-ben él, a két lányával. Betsy és Ty már régóta szeretnének gyermeket vállalni, viszont ez sajnos még nem jött nekik össze. Ezzel szemben ott van Jenna, aki egyedülálló szülőként neveli a két kislányát. Igazából egyik terhessége sem volt
tervezett, ennek ellenére megtartotta mindkét babáját, és a lehető legjobban próbálja őket felnevelni. Viszont azért nyilván megvannak az ő nehézségei, illetve van egy nagy szívfájdalma, ugyanis nagyon szeret fotózni, de az az érzése, hogy mivel édesanyaként is helyt kell állnia, azért nem igazán teljesedhet ki az ő hobbija, igazából az, hogy egy komolyabb fotós válhasson belőle. Aztán egyszer csak jön egy lehetőség, egy ilyen művészeti táborba kap helyet, ahova elmehet, hogy ott egy kicsit helyre szedje saját magát, illetve hogy kiteljesedhessen, vagy ihletet szerezhessen a fotózáshoz. Úgyhogy ezt a lehetőséget elfogadja, és megkéri Betsyt, hogy amíg ő ezen a foglalkozáson van, amíg ebben a táborban tartózkodik, addig Betsy és Ty vigyázzanak az ő két kislányára. Ez nyilván eléggé megterhelő Betsy számára, már csak azért is, mert ahogy mondtam, már ők is régóta szeretnének saját gyereket, viszont ez, ahogy mondtam, eddig még nem valósult meg nekik sajnos. Így hát fenekestül felfordul az életük, amikor a két kisgyerek oda kerül hozzájuk. Nyilván ez Betsyben komoly sebeket tép fel, ugyanis úgy tűnik, hogy nekik nem lehet saját gyerekük tájjal. Illetve hát amúgy is nyilván nagy munka és nagy feladat az, hogy a semmiből egyszer csak oda kerül két gyerek, akiket ki tudja hány héten keresztül gondozni, etetni kell, vigyázni rájuk és a gondjukat viselni a lehető legjobban. Úgyhogy ezt mutatja be ez a könyv, hogy a nyár során hogyan alakul Betsy és Ty élete ezzel a két kislánnyal, illetve hogy hogyan alakul Jenna élete, aki elutazik Floridába, hogy egy pár hetet eltölthessen ebben a táborban, és újra ihletet szerezhessen a fotózáshoz. Én amúgy nagyon érdekesnek találtam mind a két testvérnek a szemszögét, és én kifejezetten szerettem olvasni ezt a könyvet. Az egyetlen egy problémám az egész történettel az volt, hogy egy kicsit hosszúnak éreztem, itt-ott egy kicsit lerövidítettem volna, és akkor én nekem ez egy teljes mértékben szuper olvasmány lett volna. Így 4 csillagot adtam rá, hogyha rövidebb lett volna, hogyha egy-egy részt így kivágtunk volna a könyvből, amit én bizonyos szempontból lényegtelennek tartottam, akkor előfordulhat, hogy akár az 5 csillagot is megkapta volna tőlem. Nekem pont kellőképpen fejtette ki akár a meddőség, akár az önmegvalósítás témáját ez a könyv. Igazából ahogyan fogalmazott, illetve amilyen gondolatok megjelentek a szereplők fejében, én nekem teljes mértékben jól mutatta azt, hogy mindegyikük igazából milyen nehéz helyzetben van, és hogy az lenne az egyetlen, és az az egyetlen egy megoldása annak, hogy tisztázni tudják akár a konfliktusaikat, vagy hogy egy kicsit enyhítsenek a fájdalmukon, hogyha kommunikálnak egymással, ami szerencsére a könyv végére egészen jól megvalósul, és igazából nagyon jól rámutat arra, hogy a jó kommunikációval mennyit tudunk segíteni, akár a saját helyzetünkön, akár a társunk helyzetén is. Úgyhogy én összességében szerettem ezt a könyvet, tényleg az egyetlen egy kritikám ezzel a kötettel kapcsolatban a hossza volt csak, mert amilyen formában ezeket a témákat körbejárta, szerintem ennél rövidebb is lehetett volna ez a könyv, és akkor is ugyanúgy visszaadta volna a hangulatot. Úgyhogy én tényleg összességében meg voltam vele elégedve, és így ezután biztos vagyok benne, hogy Lauren K. Dantontól szeretnék még olvasni majd. Az utolsó könyv, amit januárban elolvastam, az nem más, mint John Updike, az Eastwicki Boszorkányok című kötete volt. Ez volt az első könyvem John Updike-tól, már nagyon régóta el szerettem volna olvasni. Igazából ezzel kapcsolatban egy videót is készítettem, hogyha mondhatjuk ezt, ugyanis azért olvastam el ezt a könyvet most januárban, mert készítettem magamnak erre az évre egy kihívást, aminek az lenne a lényege, hogy olyan könyveket olvassak el,
amiket 2021, illetve azelőtt vettem magamnak. Szóval összegyűjtöttem azoknak a könyveknek a címét, amiket 2021, illetve azelőtt vettem, és írtam mindegyikhez egy kis cetlit, ezeket a cetliket beletettem egy kis pohárkába, és minden hónapban húzok egy cetlit, és azt a könyvet fogom abban a hónapban elolvasni, amit kihúztam. Úgyhogy januárban az Iszvigi Boszorkányok című könyvet húztam ki, és ezért olvastam el végül januárban ezt a könyvet. Hát amennyire vártam eleinte, hogy elolvassam, annyira nem voltam vele megelégedve, hogy őszinte legyek. Igazából már kapásból félve is vágtam bele, azt be kell vallanom, ugyanis az utóbbi időben elég sokszor nézegettem ezt a könyvet, többek között moly.hu-n is, és igazából több olyan visszajelzést is láttam ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy unalmas, annyira nem jó, annyira nem izgalmas, nem azt kapták az emberek, amit vártak tőle, és sokan nem igazán dicsérték John Updike-nak az írói stílusát sem. Úgyhogy egy kicsit félve vágtam bele, hogy őszinte legyek, és hát a félelmem eléggé megalapozott volt. Az elején egészen tetszett a könyv, érdekesnek találtam, furcsának, de érdekesnek, voltak benne dolgok, amiket kifejezetten, hát tényleg ezt tudom csak mondani, furcsának találtam, a megfogalmazásban, az írásban, de aztán ami miatt végül is csak 2,5 csillagot adtam rá, az, hogy hát tényleg eléggé unalmasnak bizonyult ez a könyv számomra. És az volt a legnagyobb fájdalmam ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy maga a sztori egyáltalán nem lett volna szerintem unalmas. Nem mondom, hogy a legizgalmasabb és legérdekesebb könyv ez, vagy a legérdekesebb sztori ez, amivel valaha találkoztam, viszont ami miatt én nekem unalmassá és vontatottá vált ez a könyv, az elsősorban az, hogy 3 nagy fejezetből áll, tehát ilyen szempontból egy kicsit azt éreztem végig, hogy nagyon lassan tudok vele haladni, mert nem láttam magam előtt azt, hogy mikor lesz egy fejezetnek vége, nem volt az, hogy még 3 oldal van vissza, nem éreztem azt, hogy haladok a könyvben. A másik problémám pedig az volt, hogy borzasztó hosszú mondatokban fogalmaz John Updike. Volt olyan könyv, nem viccelek, ami elkezdődött az oldal legtetején és az oldal közepéig tartott, és a végén csak fogtam a fejemet, hogy akkor most mit is olvastam, egy csomószor újra kellett pontosan azért olvasnom mondatokat, és azt éreztem, hogy ennek már soha nem lesz vége, és soha nem tudom meg, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Helyenként már azt éreztem, hogy az egész sztorinak se füle, se farka, se eleje, se vége, pontosan amiatt, amit elmondtam, hogy nem igazán volt számomra kényelmesen tagolva ez a könyv, illetve tényleg ezek a hosszú mondatok azok, amik egy kicsit nekem lassították az olvasást, és emiatt vontatotta és unalmasá tették az egészet. Úgyhogy, hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy John Updike-tól szeretnék-e még olvasni, mert tartok tőle, hogy ez az írói stílusa nem csak ebben a könyvben jellemző, hanem az összes könyvében is, ugyanis valószínűleg ez John Updike, ő így ír. Ezt pedig én nem biztos, hogy szeretni tudnám, vagy meg tudnám szokni, legalábbis jelen pillanatban, jelen állás szerint egyáltalán nem azt érzem, hogy én John Updike-tól a közeljövőben szeretnék még olvasni. Ennek ellenére örülök neki, hogy végül elolvastam ezt a könyvet, örülök neki, hogy ezzel kipipáltam egyet a már rég megvett könyveim közül, és tényleg egy pozitív érzés volt számomra az, hogy ilyen formában a kihívásom első hónapját igazából jól tudtam teljesíteni, ugyanis befejeztem a könyvet, tényleg elolvastam, nem húztam át február hónapra. Úgyhogy ez egy részben pozitív, részben kevésbé pozitív olvasmányélmény volt. És nem emlékszem, hogy említettem, de végül 2,5 csillagot adtam erre a könyvre.
Ennyi lett volna már ez a videó, ezeket a könyveket olvastam el januárban. Ha gondoljátok, írjátok meg kommentben, hogy ti már olvastátok ezek közül a könyvek közül valamelyiket, hogyha igen, akkor tetszette nektek, illetve szívesen várom kommentben tőletek, hogy ti mit olvastatok januárban. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!